Zsuzsanna, aki klinikai szakciológus, hipnoterapeuta, művészeti terapeuta, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója. És hát a művészeti terápiáról fogunk beszélni, ami értelemszerűen kapcsolódik az előző témához, nem csak tágabban, hanem egy kicsit más módon is közelít a művészeti területekhez. Most szó lesz irodalomról, meséről, képzőművészetekről is, ezek pszichoterápiában történő alkalmazásáról. Fogadjátok hamarosan, amint a mikrofon rákerült, sok szeretettel a színpadon, Mirdi Zsuzsát. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Folytatnám egy kicsit az iménti témát, mégpedig először egy kis bemutatással, nagyon röviden, arról, hogy mi is a művészeti terápia, és utána pedig elkanyarodnék erősen a gyakorlat felé. Tehát most én nem kutatási oldalról és eredményekkel alátámasztva, hanem az egyén oldaláról is így néhány eseten keresztül szeretném bemutatni a művészeti terápiát. Én egyébként most már idestóva ilyen 7.-8. éve dolgozom ezzel a módszerrel, mind egyéniben, mind pedig csoporthelyzetben. És egy kicsit tágabbról szeretném indítani ezt a témát, mert hogy maga a művészeti terápia, az csak részben önálló módszer, átfedésben van sok más pszichoterápiás módszerrel, mondhatni azt is, hogy egy nagyon hasznos eszköz általában véve a pszichoterápián belül, és különböző szemléletekben alkalmazzák. Van például amerikai iskolája, van például izraeli iskolája, van például magyar iskolája, és ezekben nagyon sokféle közös pont van, a legelső közöset rögtön mutatnám is. Ez nem más, mint a képalkotó munka, mert hogy az, amit művészeti terápiának mondunk, az nagyon erősen a vizuális művészetekre épül abban a megközelítésben, ahogyan ezt én ismerem. A többi művészeti ág nagyon fontos ebben a megközelítésben is, de inkább kiegészíti a képalkotó munkát, és valójában ennek a megközelítésnek ez a leglényegesebb pontja, hogy hogyan is használjuk ezt a terápiában. Erről mondanék néhány fontos gondolatot. Az előzmények azok hát nagyjából egy ilyen fél évszázadra tekintenek vissza, és a pszichológia nagyjai közül meglehetősen sokan próbálkoztak ezzel. Kezdetben még csak egyáltalán felvetve azt a gondolatot, hogy mire jók a belső képek, és mi értelme van annak, amikor ezeket megjelenítjük, hiszen nagyon-nagyon sokszor, amikor egyáltalán hozzányúlunk valamilyen terápiás témához, vagy valamilyen önfejlődési folyamatban vagyunk, akkor belső képek szoktak előjönni. Ugye a gondolataink képé válnak, különböző dolgokat az alkotás során elképzelünk, nappali álmodozás, fantázia jellemző ránk, és hát elsőként az merült fel a pszichoterápiában, mint egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a belső képek, ezek egyáltalán mire jók, mit jeleznek az agyműködésben, hogyan fordíthatók ezek át valamiféle személyiségfejlődési folyamatba, és valójában ezeknek a gondolatoknak, tapasztalatoknak a gyűjteménye valósul meg a művészeti terápia alkalmazása során, illetve nagyon sokféle más módszerben, például a hipnoterápiában is nagy szeretettel alkalmazzák a belső képeket, és azt a fajta alkotó munkát, ami a belső képek alapján történik. Hogyan is valósul meg ez a gyakorlatban, mi zajlik ilyenkor? Hát erről jelenleg egészen biztosan fogalmazhatunk úgy, hogy nem tudunk, viszont a kutatási eredmények alapvetően azt igazolják, hogy ennek a fajta képalkotó munkának ennek egészen komoly értelme van. Ezt majd én gyakorlati oldalról szeretném itt alátámasztani. A legelső szerzők egyike, aki ezzel a gondolatkörrel foglalkozott, Carl Gustav Jung volt, aki valójában nem csak az analitikus pszichológia, hanem a művészeti terápia atyaként is számon tartható, ő is kifejezetten vizuális művészeteket emelt be az egyéni terápiás munkájába. Jung gondolata az volt, hogy a szimbólum valójában a tudattalan felé vezető híd, tehát amikor valamilyen szimbólumot ábrázolunk, vagy megjelenítünk magunkban belülről egy szimbolikus értelmű jelentésű képet, akkor ezzel a tudattalan felé nyílunk meg, tehát egyfajta kapcsolatot teremtünk a személyiségünk mélyebb rétegeivel. Tehát alapvetően innen indul a gondolat, és ez napjainkban is még érvényes.
Emellett a korábbi előadáshoz is kapcsolódva kiemelném, hogy amikor képalkotó munkával foglalkozunk, akkor ezen az úton a verbális csatornát azt átmenetileg legalábbis kizárjuk, és a verbális megközelítést, amit a terápia alkalmaz, összekapcsoljuk a nonverbalitással is, hogy ennek mi az értelme, azt inkább gyakorlati munkában fogjuk látni, de tekinthetjük úgy is, hogy egyfajta jobb vagy féltekei üzemmódot hozunk létre, és ezt a jobb vagy féltekei üzemmódot valójában összedolgozzuk a mindennapi verbális megnyilvánulásainkkal, és ilyen formán fejlesztjük a személyiséget. Alapvetően, amikor képalkotó munkával foglalkozunk, akár legyen szó egy alkotásról, vagy egy nappali álmodozásról, vagy pedig legyen szó mondjuk egy kifejezetten terápiás alkalmazásról, rendszerint egy relaxáltabb állapotban dolgozunk, tehát kifejezetten a relaxáció eszközével szoktuk ezt megtámogatni, és amikor egy ilyen állapotba kerülünk, szinte törvényszerű, hogy az a belső kép, ami előhívódik bennünk, az az életünknek az egyik legfontosabb élettémájához fog kapcsolódni, ami aktuálisan foglalkoztat bennünket. Tehát olyan dolgot elképzelni, fantáziálni nem tudunk, ami nem fontos számunkra. A szimbólum, a képalkotó munka fogalmazhatunk úgy, hogy sohasem hazudik. Ami szintén nagyon fontos ennél a módszernél, a szemléletet tekintve, ennek az univerzális alkalmazhatósága, akár ez a korábbi előadásban is elhangzott, én is szeretném kiemelni, hogy gyakorlatilag bármilyen csoporton, egészséges és klinikai csoportokon egyaránt használható egy ilyen fajta képalkotó munkát a középpontban helyező megközelítés. Alapvetően a képalkotó munka kapcsán még egy lényeges szempont érvényesül, mégpedig az, hogy amikor egyáltalán az alkotásról beszélünk, és a képanyagot, a belső világunkat szavakba fordítjuk, akkor ez megoszthatóvá válik, és miközben megosztjuk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat és érzéseinket, ez egy kapcsolatban történik, tehát ennek a fajta belső világnak a megosztása egy olyan megnyílást jelent, ami által az érzelem kifejezés, a másokkal való interakció mélyebb szinteken élhető meg, és végeredményben ennek a belső világunk kifelé kommunikálásának, a nyílt érzelem kifejezésnek van itt az elsődleges terápiás értéke. Hoztam egy ábrát is, ami szemlélteti, hogy mi is történik itt részben, amikor képekkel dolgozunk a terápia során. Az alkotás nagyon sok mindent jelez, és ezt a későbbi példákban látni is fogjuk, de mindenképpen megmutat nagyon sok érzelmileg töltött, a jelenben is intenzíven mozgó témát a kliens aktuális élethelyzetében. A kliens élettörténetét jelzi markánsan, és nagyon sokszor ezt a terápiás kapcsolatnak a légköre is átszínezi, hogy mit is jelenít meg a kliens egy művészeti terápia során. Ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag mindezeket az egyénileg lényeges témákat behozza a terápia kontextusába, átadja őket, és a fejlődés éppen ezáltal valósul meg. Mindez egyfajta feszültségcsökkentő munkával párhuzamosan is zajlik, hiszen maga az alkotó munka önmagában véve is feszültségcsökkentő. Milyen technikákat használunk a művészeti terápia során, amikor valamilyen belső, elképzelt képet, vagy előhívott képet megjelenítünk? A leggyakoribb technikáknak mind-mind nagyon konkrét indikációs körük van, és hát érdekes azt látni például, hogy dolgozhatunk külön az énünknek az erősítésén, tehát a tudatos rétegeinknek a fejlesztésén, dolgozhatunk a legmélyebb személyiség rétegeken, és például az ösztönök átdolgozásán. Erre például kifejezetten az agyagozást szokták javasolni, és dolgozhatunk a kommunikáció, kapcsolatteremtés, élmény megosztás síkján.
Erre például a montáskollázs a legjobb. Tehát valójában, amikor különböző technikákat használunk, akkor ezeknek szerint van egy olyan indikációs köre, ami a konkrét személyhez, a konkrét témához, a terápiás folyamat konkrét pontjához kapcsolódik. És akkor a többit már példákon keresztül szeretném érzékeltetni. Hát először is engedjük meg egy kicsit, hogy ez a kép hasonlánk, és valahogy képzeljük el hozzá az embert, illetve érezzük át egy kicsit azt a fajta kapcsolatot és azt a fajta élettémát, amit esetlegesen ez az ember felénk is szeretne kifejezni, ami szinte mindenkinek feltűnhet a kép alapján, hogy egy negatívabb érzést keltő, kicsit koszosnak tűnő mélységből nő ki a rózsa, amit itt a képnek a felső részén látható. És akkor első példaként nézzük hozzá az egyén által adott címet, Életem virága a mocsok tetején. Hogyan született az alkotás? Egy virág imagináció nyomán, ami egy olyan fajta imaginációs technika, amiben úgymond kifejezetten egy nőiség témát megmozgató, és ugyanakkor az énhez kapcsolódó motivumot hívunk elő az egyéni életből, alapvetően a saját magához való viszonyt érzékelteti a kliens részéről ez a kép, és akkor nézzük meg, hogy mi mindent tudunk róla. 36 éves egyedülálló nő, és az élet történetéből már az imagináció időszakára kiderült jó sok minden, mint például édesanyja elhagyta a családot, és ő 10 éves korától gyakorlatilag nem tartja vele a kapcsolatot. Édesapja ideg, és a családban az apai oldalon több öngyilkosság is volt, tehát feldolgozatlan traumák sora van a családban. Ez a hölgy államigazgatásban folyamatosan dolgozik, napi 12 órákat szinte nincs szabadideje, a szabadidejét rendszeresen felszínes szórakozással tölti, és sok év terápiát folytatott egyúttal, hozzám már alapvetően egy hosszabb terápiás munka után került, amikor relatíve egyensúlyban volt, és ennek a terápiás munkának és a saját maga fejlődésének az eredménye az, hogy így tudja látni a saját életét, hogy életem virága a mocsok tetején. Hát láthatjuk, hogy azért a kosznak az aránya még nagyobb a rózsának a megjelenéséhez képest, tehát valószínűleg további önismereti munka van hátra annak érdekében, hogy a jelenlegi élethelyzete is harmonikusabbá váljon, amit az is érzékelhet, hogy nehéz számára a család gondolata, tehát annak ellenére, hogy kifejlődött ebből a korábbi környezetből, nem gondolni családalapításra. Hát őt is egy kicsit képzeljük el. Kicsit gondoljunk bele, hogy ki lehet, honnan jöhet, ami nyilvánvalóan először látszik a képnek az üzenete, egyfajta nagyon intenzív agresszió, és fogalmazhatunk úgy, hogy itt azért egy meglehetősen büntető megnyilvánulást láthatunk, egy ilyen büntető eszközt, ami a büntetés végrehajtásban használatos, konkrétan a lefejezés. És hát amikor belegondolunk ebbe az intenzív agresszióba, és beleérzünk abba, hogy milyen lehet a kliensnek a belső világa, akkor hát nagyon sok további információt kapunk arról, hogy mi foglalkoztatja őt. Mert hogy amikor a felszínen ezt a klienst megismerjük, akkor alapvetően egy rendkívül sikeres embert láthatunk, és emögött, a külső máz mögött azért nagyon sok olyan dolog rejlik. Egyébként ő egy látszólag nagyon vicces, rendkívül kellemes személyiségű ember, akiről hát alapvetően hosszabb ismerkedési folyamat után derül ki az, amit most itt meg fogok mutatni. Alkoholista bántalmazó apa mellett nőtt fel, 9 éve elveszítette az apját, de jelenleg is nagyon mélyen érinti a téma. Édesanyjával a kapcsolata ambivalens, akit az apai agressziótól serdülőkora óta védett. Nagyon nehéz a kötődése, párkapcsolatai szinte teljesen nincsenek.
ezzel szemben a karrierje meglehetősen jól halad, és nagy feszültségekkel jár számára a napi élet, ott is meglehetősen agresszív légkörben van. Tehát összességében az élettörténetében jelenlevő nagyon nagy mennyiségű agressziót érzékelteti az, hogy egy mesemotívum nyomán, tehát itt egy átlagosan szigorú, átlagosan korlátozó királyról szólt az a mese, amit ő megjelenített, és nem is a mese alapján rajzolta ezt a képet, hanem rögtön tovább gondolta, hogy milyen büntetést érdemelne ez a király. Hát rögtön belegondoltunk abba is, hogy ki érdemelni valójában ezt a büntetést az ő élettörténetében, valószínűleg volna néhány hasznos gondolatunk. Rajzában igazságot szolgáltat. És akkor őt is képzeljük el, hogy ki lehet. Most ugye egy fontos motívum hívja magára a figyelmet ezen az alkotáson, az oroszlán, aki, mint a háttérben egyéb más figurák között kitűnik, egy egészen más oroszlán ahhoz a sorhoz képest, ami hátul látható. És egy idomárt is észrevehetünk, aki hát szinte megkötözi az oroszlánt ezzel a lasszóval, vagy egyéb más eszközzel. A képnek a címe Színes oroszlán a kőoroszlánok között, és hát az érzelmi motívum az pedig meglehetősen ambivalens és vegyes, hiszen pozitív, ugye az pozitív érzelmi töltete van a színes oroszlánnak, míg a kőoroszlánok azok meglehetősen idegek. Hát egy picit gondoljunk bele, hogy kik lehetnek ők a kliens élettörténetében, aki 24 éves nő, 6. éve tanul egy nehéz BA szakon, nem tudja befejezni, és az egyetemről való eltávolítás szélén áll. Családjában nagy teljesítmény, nyomás és kényszer uralkodik, nagyon teljesítményorientált, korlátozó és érzelmileg rideg édesanyja van. Na, azt gondolom, itt már helyesen kutakodunk, hogy az idomár az hol is keresendő az ő életében. Rejtetten lázadó, nagyon magányos, ami a képről is látható, de ezzel együtt saját magát sokkal pozitívabban látja egy olyan átlagemberhez képest, aki beáll a sorba. Ezt kifejezetten a rajz árulja el róla. Egy problémaképet imagináltattunk vele, tehát kifejezetten a saját élethelyzetét jelenítette meg ebben a metaforikus formában. Nagyon sokat beszélgettünk utána a képről, ami nagyban megsegítette az ő fejlődését. Leginkább a lázadása volt az, ami egy új elemként megjelent az alkotáson, és ez volt az is, ami a későbbiekben belefordítható volt az ő terápiájában, mint egy alkotó kreatív erő. És akkor még néhány példa. Itt a módszernek a sokoldalúságát is szeretném érzékeltetni, mégpedig abban a formában, hogy nagyon sokszor ábrázoltatunk, később még utalok rá különböző probléma képeket, de a művészeti terápiában és az ezzel járó képalkotó munkában sokszor energetizáló imaginációkat is használunk, mert hogy maga a módszer az egyrészt problémafeltáró jellegű, de erőt is mozgat annak érdekében, hogy elérje a kliens személyiség fejlődését, úgymond a változásban segíti azáltal, hogy különböző energetizáló témákat is felhoz és használ. Itt egy tűz és egy víz imaginációnak a képe nyomán láthatjuk a rajzokat. Mind a kettőről az jut rögtön eszünkbe, vagy az juthat rögtön eszünkbe, hogy mennyire intenzív, és ugyanazt az élményt adják vissza gyakorlatilag, mind a színezésükkel, mind a vonalvezetésükkel, ami a kliensben is volt, hogy megmozdult valami benne, ezért is használjuk ezeket az imaginációkat, hogy legyen a kliensnek ereje a változáshoz. Terápiák elején szoktunk ilyenfajta képalkotó munkát bevezetni, és mindig ennek a része a belső képnek a megalkotása is. A jobb oldalt lent látható kép az egy problémakép, mégpedig bár nehezebben látszik, de két hegy között egy ilyen szűk úton haladó nőnek az egyensúlyozó képe, itt hátulról látható.
itt ebben az egyensúlyozásban egy repülőszőnyeg is segíti, amiről bugdácsol. Most ez nagyon direkt módon megfeleltethető annak, amiben a kliens van. Ő egy 30 éves nő jogi diplomával, aki viharos munkahelyváltása miatt kért segítséget. A terápia elején nagyon sok indulattal kerül hozzám, és depresszív érzésekkel, majd rövid idő alatt kiderül, hogy miért is van neki gondja a tekintéllyel, súlyosan kritikus, rideg apa kapcsolat áll a háttérben, ami a nőiségére is káros hatással volt. Egyébként, amikor képzeletben megfordítjuk ezt a felső képet, és ez valójában terápiában derült ki az asszociáltatás során, akkor itt láthatunk egy gyönyörű, szép vörös női hajat. És amikor elkezdtünk ezzel az energetizáló imaginációval dolgozni, akkor felmerült bennem az az asszociáció, hogy hát na hát ezen egy hajat is lehet látni, és itt a kliens számára egy nagyon-nagyon új motívum volt, és egy érzelmileg mozgató motívum volt, hogy ő tényleg ilyen hajat szeretett volna, ő nagyon szép szeretett volna lenni, de ezt a szépségét az édesapja soha nem ismerte el, és emiatt rendkívül sok indulat volt benne. Tehát ezen a szálon kezdhettünk el a későbbiekben az önőiségével dolgozni. A munkahely váltásához további indulatok és rossz érzések is kapcsolódtak, ezeket is további képekben jelenítettük meg, illetve alkottunk ennek alapján. A következőképpen a magánynak a képe, kifejezetten a magányháza található itt jobb oldalt lent, és egy várban egy sárkány képeként imaginálta a saját indulatait, amit aztán nagy szeretettel megetetett, és ilyen módon elfogadta a sárkánynak létezését az ő várában, és a vele való szelítőbb kapcsolat felé indult el. Összességében tehát ezek a képek megfelelő imaginációs technikákkal végig kísérték ennek a hölgynek a terápiáját, jelezték a személyiség fejlődésének a lépéseit, és alapvetően sokat segítettek abban is, hogy jobban értsem az ő témáját, és rövidebb úton tudjunk haladni a megoldások felé. Ha képalkotó munkáról beszélünk, akkor mindig arról is beszélünk, hogy a hagyományos verbális terápiát felgyorsíthatja, az utat a személyiség fejlődés során lerövidítheti. Részben maga az, hogy képekkel dolgozunk, részben pedig az ennek kapcsán születő alkotás is, hiszen azzal, hogy egyáltalán a művészeti terápiában képeket használunk, ezzel a kliens egy új lehetőséget is kap, hogy nem csak a terápiában fog önmagáért dolgozni, hanem nincs feltétlenül szüksége a terapeutára ahhoz, hogy önmagáért dolgozzon, hiszen nagyon sokszor házi feladatokat is adunk, mégpedig érzéseknek a rajzoltatását, vagy aktuális témák rajzoltatását, és ilyen módon a terápiás munka kiegészül egy fontos csatornával, és ez a kliensnek az önállóságát is támogatja. Ha még egy kicsit a szemléletet szeretnénk megismerni, akkor részben a jungiánus szemléletből kiindulva, részben univerzális elemeket kiemelve a különböző művészetterápiákból, azt szögezhetjük le, hogy a művészeti terápiák összességében úgy tekintik, hogy az alkotóerő az egy személyiségfejlesztő részünk, tehát egy olyan fajta energia, ami univerzálisan minden emberben adott. Van velünk született szép érzékünk, tehát nem szükséges semmiféle képzőművészeti tehetség ahhoz, hogy ilyen fajta terápiás munkában részt vegyünk. Nem ez a lényege a dolognak, hanem az, hogy az érzéseinket valahogyan meg tudjuk jeleníteni, és ezekkel az érzésekkel utána lehessen dolgozni. Az alkotás ugyanis projekciós felületnek tekinthető, abban, amit alkotunk, a teljes személyiségünk benne van, és ez azt is jelenti, hogy nem csak a tudatos részei, hanem a nem tudatos részek is. Emlékezzünk arra, hogy például az előző két kliens kapcsán mennyi minden kiderült a rajzról, amit ő maga valójában nem is akart eredetileg megjeleníteni. Tehát szándéka ellenére és törekvése ellenére nagyon sok mindent elárult az életéről ezek a képek ábrázolásával.
Az alkotás tehát a személy számára tükröt tart, felkínálja számára a konfliktusokkal, feszültségekkel és hiányokkal való szembenézést, és mindehhez, a konfliktusokkal való megbirkózáshoz, a személyiség fejlődéshez energiát ad, feszültség kezelési és regenerációs lehetőség is. Jung ezt azzal egészíti ki, hogy az alkotás által egy kicsit egyé válhatunk mások fájdalmaival, ami a gyakorlatban például azt jelenti, hogy nagyon sokszor a művészeti terápiában például használunk meséket, és a mese központi konfliktusának a megélésével egy kicsit a kliens egységbe kerül más emberekkel, az emberiséggel, a kultúrával, azokkal a népcsoportokkal, akik korábban voltak, tehát univerzális érzelmi emberi motivumokba érez bele, és egy kicsit hozzáteszi a saját részét ezekhez, ő maga is ezáltal nem elszigetelt a konfliktusával, hanem egy nagyobb egész részévé válik. Az egyéni lét meghaladása ezáltal mindenképpen része a művészeti terápiának. Mint már említettem, egészséges és klinikai csoportok, illetve egyének lehetnek részt ebben a fajta terápiás eszköztár alkalmazásában, illetve ebben a megközelítésben, és dolgozhatunk előre megadott tervezett témákkal, illetve olyan aktuális témákkal, amelyek az egyénhez, a klienshez, illetve a csoporthoz illeszthetők aktuálisan. A folyamat a szinte mindig ugyanaz, tehát valamilyen képalkotásból indulunk el, ami az egyénnek a konkrét élettémájához, vagy aktuális állapotához kapcsolódik, ezt követi az alkotó munka, és az alkotó munka után pedig ennek az alkotásnak a megbeszéltetése, asszociáltatás útján. Amikor csoportban vagyunk, akkor nem csak a terapeuta, hanem a csoporttagok is asszociálnak, és az egyénnek az önmegértését gazdagítják azáltal, hogy egyfajta elfogadó, megértő, szeretetteljes légkörben elmondják a saját képzeteiket, asszociációikat az alkotásokról. Mit is jelent az asszociáltatás? Tehát milyen kérdéseket teszünk fel például egy alkotás kapcsán, amelyek segíthetik a kliens önmegértését. Például nagyon sokat dolgozunk egy-egy alkotás kapcsán a keletkező érzésekkel, az egyéni jelentésekkel és azzal, hogy milyen korábbi témákat hív elő az életéből, mihez kapcsolódik, hogyan állítható párhuzamba az ő kapcsolati mintáival, az ő múltjával, mi az, amire vissza tud emlékezni egy-egy kép kapcsán. És a terapeutának itt az a dolga, hogy mindenképpen mélyítse az önmegértést, és egy picit lehetőségeket ajánljon föl ezeknek a témáknak az interpretálására, ezzel gazdagítva a kliens önmegértését és fel is tárva azt, hogy mi lehet egy-egy ilyen alkotás hátterében, mint amit ismét érzékeltetek. Nyilvánvalóan például ennél az alkotásnál, amit itt visszaidéztem, egy nagyon-nagyon fontos kérdés lehet az, hogy ki az ő életében az, akit ő ennyire meg szeretne büntetni, mint ahogyan az ő alkotásán ezt a királyt megbüntette. Vagy visszajelezhetjük, hogy a király egy nagy büntetést kapott ahhoz képest, mint amilyen vétséget követett el a mesében. És ezzel terápiában nyilvánvalóan segítjük abban, hogy korrigálja azokat a dolgokat, és megoszta azokat a dolgokat, amelyek az élete kapcsán belső munkát igényelnek. Sokféle terápiás témával dolgozunk csoportban, ezeket szoktuk rendszeresen használni, kapcsolati témákat, beleértve a csoporthoz való viszonyt és a spiritualitást is. Sokat dolgozunk évköri eseményekkel, például januárban, januárban például a célokkal szoktunk dolgozni, a célkitűzésekkel, mert hogy mindig az év elejéhez az kapcsolódik, hogy új célokat tűzünk ki. Novemberben a Mindenszentek kapcsán a veszteségekkel szoktunk dolgozni, és nagyon sokszor mindig olyan évköri témákat választunk, amelyek valamilyen esemény szempontjából, ami aktuálisan van, megmozgatják a klienseket. Itt gondolhatunk mondjuk arra,
hogy az öregedés a hanyatlás témájával dolgozhatunk ősszel, vagy tavasszal, az új élet keletkezésével, vagy a szerelemmel, vagy a farsanggal. Tehát az évkori témák jó apropók arra, hogy az emberi létben univerzálisan bekövetkező eseményekkel foglalkozzunk, és foglalkozunk életszakaszokkal is. Ezt most átlapozom, hogy még maradjon időm néhány ehhez tartozó rajznak a bemutatására. Életút képek, hogy ki hol tart aktuálisan az életútján, ebből csak egyet emelek ki, válási szituáció bal oldalt lent. Életút és problémakép ábrázolás. Ennek a nagyon szép metaforája, a kliens természetesen nem tudta, hogy egy metaforikus ábrázolását adja annak, ami őt most jelenleg foglalkoztatja, egy szép példája annak, hogy hogyan jelennek meg alkotásban a tudattalan rétegek. Hangupipőke kapcsán egy karrier előtérbe helyező nő pedig hát az életútjában, a kastélyba való törekvés lépcsőjét jelenítette meg a jobb oldali alsó képen. Belső magképek személyiségünk lényegét fejezik ki, Jung nyomán nagyon gyakori téma, és itt azt emelném ki, hogy a baloldali alsó alkotásnál például maga ez a lényegnek az a megtalálása, az hozzásegítette a klienst ahhoz, hogy rövid időn belül elhelyezkedjen, neki is egy ilyen munkahelyváltásos témája volt, nagyon komoly erőt merített ennek a képnek az ábrázolásából. Anyarajzok, melegszívű anya jobb oldalt, rideg anya bal oldalt, különböző problémaképek, bántalmazó apa képe jobb oldalt fenn, méhen belüli magzati trauma bal oldalt lenn, borderline beteg képe jobb oldalt lenn, bonyolult lenne elmagyarázni, veszteségek képei láthatók, abortusz feldolgozó kép jobb oldalt fenn. Én voltam az első, akinek erről a problémáról beszélt, és már a gyógyulás képe, a síremléket emelt ennek a két magzatnak a kliens. Nőiséget kifejező képek, hát ezek önmagukért beszélnek, hogy a nőiség energiáját hozzák be a terápiás térbe, spiritualitás képek. Három különböző megközelítésben gyönyörűek, és záró gondolat, hogyan hat a művészeti terápia. Összességében kiemelhető, változatos amerikai és magyar szakirodalmi forrásokból, hogy az önkifejezést és az érzelem kifejezést szaknyelven a mentalizációt fejleszti elsősorban. Tudatosítja azokat a részeket a személyiségből, amelyek jelenleg nem tudatosak, az alkotáson látható és nem látható egyaránt megjelenhet a terápiás térben, tehát a tudattalan részek azok ugyanúgy úgy megjelenítésre kerülnek. Ilyen részek jelenhetnek meg, amelyek megtagadottak, eltaszítottak az egyén által és visszaépülhetnek a személyiségbe, így egyfajta traumafeldolgozó hatása is van igen gyakran. Mindehhez energizál, kiemel a hétköznapokból, és hát nyilvánvalóan megteremt egyfajta olyan harmóniát, ami nem biztos, hogy a kliens életében aktuálisan van. Az egyén azt éli meg, hogy nincs egyedül, és érzi a kollektív szinten megjelenő érzések gyógyító erejét is, tehát részévé válik a nagyobb egésznek. Ez történik a művészeti terápiában, tehát röviden összefoglalva nézzük meg a képet, és látni fogjuk ennek a lényegét. Köszönöm a figyelmet!